Jövő héten megkezdődik Pakson az Anna utca teljes körű felújítása. A faltól falig történő beruházás munkálatai két ütemben zajlanak majd. A Szent Háromságtól a Hegyalja útig terjedő szakasszal kezdik. Az ütemezés igen fontos, hiszen az Öreghegy irányába nagy forgalmat bonyolít le az Anna utca, ahol a környező utcákban is forgalomkorlátozásokra lehet majd számítani a munkálatok ideje alatt. A legnagyobb része mind időben, mind munka mélységében az a közműveknek a kiváltása lesz, és hát emiatt itt sajnos teljes, mert nagyon keskeny is ez az utca, emiatt teljes útzárat kell kérnünk. A légvezetékek eltűnnek, ezáltal teljesen új arculata lesz az utcának. A Bezerédi iskola torna csarnoka mellett 11 új parkoló is épül. A Hegyalja utcai csomópont pedig jelentős átépítésen esik át. A burkolt felület nagysága csökkenni fog, ez annak érdekében fog megtörténni, hogy a gyorshajtási hajlamot egy kicsit visszaszorítsuk, ugyanis ebben a kereszteződésben azért elég veszélyes tud lenni a közlekedés. A Biriton található iskola utca is megújul május elejéig 14 millió forintból. A kivitelezésekről szóló szerződést a napokban írta alá Szabó Péter polgármester és a kivitelező cég ügyvezetője. Az Anna és a Biritói iskola utca felújítása összesen 246 millió forintos önkormányzati beruházásból valósul meg. Az Anna utca teljes körű rekonstrukciójával július 31-éig kell végeznie a kivitelezőnek.